jogállamiság, óbudai hajógyári sziget és Kaleta ügy, ezekről is vitáztak a képviselők az országgyűlés rendkívüli ülésén. A parlament holnap szavaz arról, hogy Magyarország hozzájáruljon-e ahhoz, hogy az unió hitelt vegyen fel a koronavírus járvány okozta a gazdasági károk enyhítésére. Ezzel a hazárdírozással azonban nem csak az unió közösségének és szövetségeseinknek ártanak, de minden magyar polgárnak, minden magyar embernek is. Harangozó Tamás, az MSZP képviselője, a Fidesz 2009-es európai parlamenti választási programjából idézett, amely szerint ellentétes azzal, amit a kormánypárt jelenleg gondol a jogállamiságról. Amikor mi az unióhoz csatlakoztunk, egy virulens, életerős gazdasági közösséghez csatlakoztunk. Az igazságügyi minisztérium államtitkára erre azt válaszolta, hogy az unióval folyó vitáink abból erednek, hogy az EU intézményei kiterjesztően értelmezik a saját szerepüket, és találtak egy jogállamiság történetet, aminek nem tudnak a végére járni, és csak lebegtetik. A hajógyárit meg fogjuk védeni. Szabó Tímea az óbudai szigetre tervezett építkezésekről beszélt. Orbán Balázs államtitkár pedig válaszképpen a kormány eddigi környezetvédelmi intézkedéseit sorolta. Szó volt a balatonparti építkezésekről is. Arató Gergely szerint ugyanis az átlag magyarnak már luxus a Balatonon nyaralni. És miközben az elit kilóra megveszi a Balatont közpénzből, közben a magyar polgárok egyre kevésbé férnek hozzá a tóhoz. Dömötör Csaba miniszterhelyettes válaszában azt mondta, hogy a kormány sokat tesz a balatoni turizmusért, és hogy szerinte egyre többen nyaralnak a Balatonnál. Nem az ön pártelnöke, illetve az ő cége volt az, aki 2,5 millióért leasingelt egy Balaton öszödi üdülőt, hogy aztán hogy nem egy állami vállalat pont hasonló összegért vegye az bérbe. A Jobbik egyik képviselője a Kaleta ügy kapcsán szólalt fel, és azt javasolta, hogy hozzanak létre egy nyilvános pedofil regisztert, hogy az elkövetőknek megbélyegezve, megvetéssel kelljen élniük életük végéig. Hogy egyetlen egy könycseppet sem hullattunk volna, ha az aberrált Kaleta Gábort, a perui volt magyar nagykövetet nem hozzák haza, hanem ott rohad meg egy könyörtelen limai börtön mélyén. Először is minden céllal egyet kell, hogy értsünk. Erre Völner Pál államtitkár válaszában azt mondta, hogy minden lépéssel egyetértenek, ami megbünteti és megakadályozza az ilyen cselekményeket. Elismételte a Kocsis Máté által korábban elmondottakat, mely szerint ősszel előállnak egy olyan javaslatcsomaggal, ami a gyermekvédelmet bővíti ki. Csak banki hitelt vehetnek fel az önkormányzatok, ha megszorulnának a kieső iparűzési adó miatt. A 200 milliárd forintos kedvezményes hitelkeret eltűnését a költségvetésből a Népszava vette észre. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke úgy véli, elsősorban azok a városok kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyeknek fizetniük kell a szolidaritási hozzájárulást, de nem folyik be annyi adóbevétel, mint amennyivel számolnak. Székesfehérvár fideszes polgármestere viszont azt mondja, abból kell költekezni, ami van. Indokoltnak látjuk, hogy egy 200 milliárdos kedvezményes hitelkeretet nyújtsunk az önkormányzatoknak. Június elején még napi renden volt az önkormányzati hitelkeret. Gulyás Gergely miniszter is beszélt róla. A Népszava vette észre, hogy most viszont már csak banki hitellel pótolhatják az iparűzési adóból kieső bevételt ott, ahol ez gondot okoz. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének becslése szerint több száz olyan város lehet, amelynek fizetnie kell a szolidaritási adót úgy, hogy nem tudja, mennyi adó bevétele lesz. Például Rácalmáson a Hankoktól, vagy Tiszaújvárosban a TVK-tól. Nem tudjuk, mennyi a kiesés, fogalmunk sincs, úgyhogy a magyar állomás sem tudja, hogy neki mennyi kiesése lesz. Mi sem tudjuk, satszolni tudjuk, de arra hívnám fel az önkormányzati szektort, hogy a költségei mindenképpen húzzon le, mert ezt külső forrásban nem fogja tudni pótolni a teljes kiesést. Ez egy bölcs döntés lett volna. A hitelfelvétel az utolsó lehetőségként jön szóba az önkormányzatoknál. Most viszont már csak a bankok maradtak számukra, mondja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Lehetőség lesz nyilván egy olyan működési problémánál, ami már az utolsó lépés, talán hitelfelvételre, de annak a procedúrája sokkal bonyolultabb, és ugye nem természetesen jár, és nem kedvezményes hitel. Nem mondom, hogy nem jutott eszünkbe, hogy lehet, hogy szükség lehet hitelfelvételre idén vagy jövőre. Székesfehérvár fideszes polgármestere azonban azt mondja, elsősorban abból kell költekezni, ami van. Cserpalkovics András a szolidaritási hozzájárulás kiszámításának módján változtatna. Elsősorban a megyei jogú városok érdekében.
akkor lenne talán ez igazán szolidáris most, hogyha az idei várhatóan jelentősen csökkenő iparűzési adó bevételből kellene számolni, és nyilvánvalóan fizetni is a szolidaritási hozzájárulás. Szerintem ez sokkal több problémát megoldana, és nem jelenteni az önkormányzatok újbóli eladósodását, ami szerintem semmiképpen nem egy járható út. A pénzügyminisztérium nem válaszolt a hitelkeret megszüntetésének okát firtató kérdésünkre. Azt írták, működési célú eladósodásra az önkormányzatoknak 2011 óta nincs lehetősége. Ennek fenntartására azért van szükség, hogy megelőzhető legyen az ismételt önkormányzati adósságspirál kialakulása. Kásler Miklós szerint eljött az ideje, hogy áttekintsék az egészségügyi rendszer egészét. Az átalakításhoz kikérik az egészségügyi dolgozók véleményét is. A Híradónknak nyilatkozó egészségügyi közgazdás szerint a kérdőíves kutatás csak időhúzás. Az orvosi kamarát nem vonták be a kutatásba. Az bebizonyosodott az elmúlt 30 év alapján, hogy az egészségügyi rendszert nem lehet tódozgatni, fódozgatni. Kásler Miklós a Spirit FM rádió műsorában kitért azokra a kérdőívekre is, amelyeket az egészségügyi dolgozókhoz is eljuttatnak. A válaszokat a tervek szerint figyelembe veszik az egészségügy megújításánál. Meg kell határozni nagyon pontosan az egészségügy tevékenységi köreit. Mi az egészségügy feladata? A miniszter kiemelte a betegség megelőzés fontosságát, valamint azt, hogy legyen összhang az emberi erőforrás és a finanszírozás között. Nem mindegy, hogy a lelet vagy a beteg utazik és sorban áll a kórházakban, fogalmazott a miniszter. Ezek mellett el kell látni az általános kategóriába tartozó betegségeket alapellátástól kezdve végig a kórházi rendszerbe, de nem mindegy az arány. Ilyesmi közvéleménykutatásokat eddig is csináltak. Mihály Péter egészségügyi közgazdás szerint álcselekvés és időhúzás a kérdőívezés. A reform definíció szerint, ez nem véleménykérdése, mindig törvényjavaslatokból áll, hiszen egy államban élünk, ahol a dolgokat törvénnyel lehet megváltoztatni. Addig, amíg közvéleménykutatnak, addig nincs reform. Reform az lenne a közgazdás szerint, ha helyreállítanák a biztosítási rendszert, a kórházak visszakerülnének az önkormányzatokhoz, szabályoznák a hálapénz elfogadásának büntethetőségét és az úgynevezett lakásrendelők működését. A független egészségügyi szakszervezet üdvözli, hogy kikérik a dolgozók véleményét. Ettől ugyanis azt remélik, hogy alapvető hiányosságokra is fény derül. Gondolok akár a mostani jutalmazásra is, amiből még mindig nagyon sok ember kimaradt, akár olyan is, aki a jogszabály szerint jogosult lenne, és nem látjuk a jogorvoslati lehetőségeket, és hát reméljük, hogy azzal is jár, hogy nem kevesebb pénzt fog jutni sem az ott dolgozókra, sem az ott ellátott betegekre, hanem az, hogy több. Kérdésünkre az orvosi kamara közölte, őket eddig nem vonták be az EMMI és a BM közös felmérésébe. Megszavazta a parlament a rövid távú lakáskiadásokra vonatkozó törvényt. Ez szerint a lakáshotelek kiadási szabályairól az önkormányzatok dönthetnek. A főváros szerdán egyeztet a kerületekkel, a jövő héten pedig döntés születhet. A 6. kerületi polgármester egységes szabályok bevezetését szorgalmazza. Ennek a tevékenységnek szerteágazó gazdasági és társadalmi következményei vannak. Ezzel indokolt a Dömötör Csaba az Airbnb szabályozására vonatkozó törvénymódosító javaslat előterjesztését, amit a parlament el is fogadott. Mint mondta, a lakáshotelek adóelkerülési és társadalmi problémát vetnek fel, hiszen sok esetben a turisták zavarják a lakóközösséget, továbbá az albérlet és ingatlanárakra kedvezőtlenül hatnak. Mióta üresen állnak ezek a lakások, egyre többen döntöttek úgy, hogy inkább hosszabb távra adják bérbe ezeket az ingatlanokat. Ezt már az ingatlan.com vezető elemzője mondta reggel a Startban. Kiemelte, a belvárosi kerületekben nagyjából 60-70%-kal nőtt a magánszemélyek által kiadott lakáshirdetések száma. Az átlagos kínálati díjak pedig 40 ezer forinttal csökkentek ezekben a kerületekben. A Magyar Apartman Kiadók Egyesületének alelnöke szerint az Airbnb lakásoknak hosszú távú kiadása aggályos. Sok minden érdekes dolgot felvet, hiszen sok per várható, hiszen nagyon sokan beruháztak a lakásaikba, engedélyeket kaptak, parkolóhelyeket kifizettek. Utána, ha ezt megvonják tőlük, akkor nagyon sok peres eljárás fog indulni az adott kerületek ellen. Másrésztről az egész magyar turizmus kap egy léket fog kapni, hiszen nagyon sok turizmusra vágyó fiatal el fogja kerülni Budapestet.
Az Airbnb adatbázis szerint 2019 márciusa és 2020 márciusa között ezek a lakások 3 millió vendégészakával körülbelül 52 milliárd forinttal járultak hozzá a turizmushoz. Augusztus 1-től viszont új időszámítás kezdődik. Innentől kezdve az önkormányzatoké lesz a döntés joga, hogyha ők szeretnék szigorítani a rövid távú lakáskiadás szabályait, akkor szabadon megtehetik. A 6. kerületben nagyjából minden 15. lakást körülbelül 2000-et Airbnb. Viszont a polgármester hangsúlyozta, semmiképp sem szeretnék ellehetetleníteni a lakáshoteleket, mert azok a turizmushoz tartoznak. Azon gondolkozunk, hogyan tudjuk a fővárossal egyeztetve, más kerületekkel is egyeztetve egy közös rendeletet hozni ebben a kérdésben, hiszen azt gondolom, hogy annál nincs olyan fontosabb, mint hogy az 5. kerület, a 6. kerület, az 1. kerület, 7. kerület, és így tovább a legtöbb ilyen ingatlan van, mi közösen gondolkodjunk és közös döntéseket hozzunk. Szerinte erre azért van szükség, mert így a rendszer a lakóknak, a turistáknak és a kiadóknak is átláthatóbb lenne. Soproni Tamás elárulta, szerdán lesz egy fővárosi egyeztetés ezzel kapcsolatban. Az Airbnb-k jövőbeni működéséről döntés jövő héten születhet. Csak nem 300 ezer ember veszíthette el a koronavírus járvány miatt a munkáját, ezt mondta Híradónknak a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Egy uniós felmérés szerint a magyarok 43%-ának csökkent a jövedelme a járvány alatt. A gyáriparosok szövetségének alelnöke úgy véli, akár évekig is tarthat a válságból való kilábalás. Híradónknak az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt írta, a gazdaságvédelmi intézkedések eddig több százezer embernek segítettek. A spanyolok mellett a magyarok zsebét érintette a legrosszabbul a koronavírus járvány nyomában kibontakozó gazdasági visszaesés az Európai Parlament felmérése szerint. A megkérdezett magyarok 43%-ának csökkent a jövedelme az elmúlt hónapokban. Az uniós átlag 28%. Részben vagy teljesen a magyarok 35%-a vesztette el munkáját a járvány miatt. Az uniós átlag 21%. Híradónknak a szakszervezeti szövetség elnöke azt mondta, a magyar kormány megkésve és szűkmarkúan kezelte a járvány gazdasági hatásait. Kordás László hozzátette, a kormány számaival szemben valójában több százezeren válhattak munkanélkülivé a járvány miatt. Nagyjából 350 és 400 ezer között van azoknak a száma, akik most a munkanélküli regiszterben vannak. Akik elvesztették a válság hatására a munkájukat, ők 250-300 ezer ember közötti létszám lehet, tehát ennyivel nőtt ebben az időszakban a munkanélküliek száma. Az ipari termelést is drasztikusan visszavetette a járvány. A termelés volumene 30,7%-kal maradt el az egy évvel korábbi bázistól. A visszaesés így is mérséklődött. Áprilisban ugyanis még 36,8%-os volt. A legnagyobb veszteséget az autóipar szenvedte el, miután a járműgyártás a felére esett vissza májusban. Az ipari export is jelentősen csökkent a tavalyihoz képest. Bár a gazdasági mutatók lassan javulnak, a gyáriparosok szövetségének alelnöke úgy véli. Évekig is eltarthat az ipar, és ezzel együtt a gazdaság magára találása. A visszaesés viszont itt van, és látszik, hogy ez nem egy-két hónapos történet, tehát a következő hónapokban, akár egy-két évben ezzel együtt kell élnünk. Tehát én azt gondolom, hogy a válságból való gazdasági kilábalás az egy hosszasabban elnyúló és lassú folyamat lesz sajnos. Varjú László szerint a kormány sok időt vesztett a válságkezelésben. A DK alelnöke azonban úgy véli, számos lépéssel fel lehetne pörgetni a belső keresletet. Például azzal, hogyha a családi pótlékot növelnék, ha egyébként azok a nyugdíjasok, akiknek semmilyen megtakarítása nem volt, és gyakorlatilag azonnal sokkal rosszabb helyzetbe kerültek, az ő számukra egyszeri támogatást adni, hogy egyébként jöjjenek és költsék el, mert ők felhasználják, nekik a napi létükhöz kell. Híradónak küldött válaszában az Innovációs és Technológiai Minisztérium közölte. A gazdaságvédelmi intézkedések eddig több százezer embernek segítettek. A tárca azt is hozzátette, a regisztrált álláskeresők száma 4 hete folyamatosan csökken. Folytatják a magyar kormány elleni jogi eljárásokat, ezt mondta a német uniós ügyekért felelős államtitkár. Az ellenzék szerint nem Orbán Viktor vétóján fog múlni, hogy a pénteki uniós csúcson még nem lesz megállapodás az uniós hitelfelvételről, amivel a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került tagállamokat segítené Brüsszel. Ezek nem civil szervezetek, ezek felforgató ügynökségek. Többek között ezzel indokolta a parlamenti vitában Kövér László, miért kötelezték a kormányt, hogy csak bizonyos feltételekkel támogassa az uniós hitelfelvételt.
A kormánypártok többségi szavazatával elfogadott határozatban az is benne van, hogy Brüsszelnek le kell zárnia a folyamatban lévő úgynevezett hetes cikk szerinti eljárásokat a hitelfelvétel elfogadása előtt. Továbbá az uniós források politikai és ideológiai feltételekhez kötése elfogadhatatlan a jogállamiság címszó alatt, és a kormány csak akkor járul hozzá, hogy az unió hitelt vegyen fel a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került tagállamok megsegítésére, ha, ahogy fogalmaztak, politikai tevékenységet végző civilnek álcázott szervezeteket uniós forrásból nem támogatnak a jövőben. A német uniós ügyekért felelős államtitkár közben a közösségi oldalára feltöltött videóban arról beszélt, az Európai Tanács majdnem minden ülésen foglalkozik majd azzal, hogy a tagállamok betartják-e a normákat. A szociáldemokrata Michael Roth egy másik rendezvényen pedig megüzente, a német soros elnökség folytatni fogja a magyar és a lengyel kormány elleni eljárásokat. Mi a B-terv? Az ellenzék már a parlamenti vitában felvetette, hogy úgy tűnik, Brüsszel nem fog ilyen feltételeket elfogadni. Gulyás Gergely erre azt felelte, hogy mindenképpen ragaszkodnak a feltételekhez. Ha nem jutunk egyetértésre, akkor nem járulunk hozzá a csomaghoz. Ha nem járulunk hozzá a csomaghoz, akkor miután teljes konszenzusra van szükség ahhoz, hogy ezt elfogadjuk, akkor nem tud az Európai Unió ilyen csomagot elfogadni. A DK európai parlamenti képviselője szerint az igazi konfliktus az északi és a déli tagállamok között van. Ebben a körben nem lesz megállapodás. De nem azért, mert Orbán nem akarja, nem azért, mert Orbán vétózik. Ő csak itthon adja nekünk a nagy fiút. Orbán Viktor véleménye, álláspontja nem tartozik a fontos dolgok közé az Európai Tanácsban. Ő igazi kispályás cserepados. A nemzetközi jogász szerint nem csak Brüsszelben jegyzik meg, ha egy tagállam ilyen nehéz helyzetben feltételeket szab, hanem a tagállamok is. Így más ügyekben nagy árat fizethet majd Magyarország. Mindennek van valamiféle politikai ára a jövőben. Itt egy politikailag nagyon kiélezett helyzetben, hogyha nagyon agresszívan lép fel a magyar kormány, akkor annak várhatóan magasabb ára lesz. Lattman Tamás szerint, mivel a pénteken kezdődő uniós csúcson még nem születik megállapodás, Orbán Viktor azt győzelemként adja majd el idehaza, noha később megegyeznek majd a tagállamok. Elmaradnak az augusztus 20-ai állami ünnepségek, köztük a tűzijáték és a légiparádé, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, augusztus közepéig mindenképpen fennmarad a jelenlegi szabályozás, amely szerint 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet tartani. A miniszter hangsúlyozta, továbbra is azt kérik, hogy mindenki tartsa be a maszk viselésére vonatkozó szabályokat. A szakemberek szerint az irodákban is fontos lenne az arc eltakarása. Több mint 700 ezeren vettek részt tavaly a fővárosi tűzijátékon, ahol 26 ezer látványeffektet használtak. Idén nem lesz tűzijáték augusztus 20-án. A kormány úgy döntött, hogy elmaradnak a Szent István napi ünnepségek, így például a légiparádét sem tartják meg. Azt látjuk, hogy a fertőzés veszélyét leginkább a tömeges nagy rendezvények hordozzák magukban, és éppen ezért a tisztavatás kivételével az augusztus 20-i nyilvános, nagy tömeget vonzó ünnepségek elhalasztása vagy elmaradása mellett döntött a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, később döntenek arról, hogy lehet-e augusztus 15-e után 500 főnél nagyobb zenés rendezvényeket tartani, addig azonban a jelenlegi korlátozások maradnak érvényben. Karácsony Gergely úgy reagált a döntésre, hogy örül annak, hogy a kormány kivételesen hallgatott a józan hangokra, és idén elmarad a tűzijáték. A főpolgármester azt írja, felelőtlenség lett volna, ha több százezres tömeg gyűlt volna össze a Dunaparton egy olyan időszakban, amikor a járvány bármikor belobbanhat. A kormányinfón hangsúlyozták, hogy a további sikeres védekezéshez szükség van az előírások betartására, így továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben és a közösségi közlekedési eszközökön. A Semmelweis Egyetem rektora szerint zárt helyeken, ahol sok ember van együtt, ismét maszkot kellene hordani, így például az irodákban is, mivel ezeken a helyeken a vírus fertőzőképes marad. Ez az egyedüli ellenszere, hogy zárt térben közlekedni tudjunk, vagy adott esetben bizonyos tevékenységet mindenfajta veszély nélkül el tudjunk végezni. Úgyhogy ha erre odafigyelünk, a készhigiéniát továbbiakban is előtérbe helyezzük, akkor, ahogy mondtam, a nyarat viszonylag nyugodtan eltölthetjük. A szakember szerint viszont ősszel más lesz a helyzet, mivel ismét elindul a tanítás, és a hűvös idő miatt többet leszünk zárt térben. Így novemberben ismét emelkedhetnek az esetszámok.
nem szeretne megbilincselt diákot látni az a pécsi pedagógus, akinek munkahelye bár nem kérte, mégis iskolaőröket kap szeptembertől. A kancellária miniszter azt mondta, ilyen esetben a belügyminisztériumhoz lehet fordulni. Híradónknak az EMMI azt írta, csak olyan köznevelési intézmények kerültek fel a listára, amelyek a második körben megerősítették, hogy szeretnének iskolaőröket. Összesen 491 iskolában vezetik be szeptembertől az iskolaőrség intézményét. Ezek a felvételek még idén februárban készültek egy nagykátai iskolában, ahol saját tanárát fenyegette meg egy diák. A kormány indoklása szerint az ilyen esetek miatt döntött az iskolaőrség felállításáról. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleményében azt írta, 491 helyen kezdik meg munkájukat az iskolaőrök szeptembertől. Ezek közül 288 köznevelési és 203 szakképzési intézmény. A listát Borsod-Abaúj-Zemplén megye vezeti, itt 77 iskola jelezte az igényt. Ezt követi Somogy 44, Pest megye pedig 40 intézménnyel. A legkevesebb igény Vas megyéből érkezett. Itt csupán 4 helyen kezdenek ősszel iskolaőrök. Ez a pécsi iskola szintén felkerült a listára, csak hogy más intézményekhez hasonlóan ők is jelezték, nem szeretnének iskolaőröket. Egyáltalán nem kívánunk olyan jeleneteket látni szerintem felelős pedagógusok, hogy ott a többi gyerek szemelátára bilincseljenek meg gyerekeket. Ha egy intézmény mégsem szeretne iskolaőrt, akkor a belügyminisztériumhoz fordulhat. Erről már a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt. A kérést is ők bírálják el. Gulyás Gergely azonban megjegyezte. Szerinte pozitív hatása lesz az intézkedésnek. Úgy gondolom, hogy egy iskola számára az jó, hogyha a gyerekek ott biztonságban vannak, hogyha a szülő mondjuk egy egyes után nem jön be megfenyegetni a tanárt halálosan, amire gyakran van példa, ezért szerintem egy iskola jól jár azzal, hogyha ott van iskolaőr. Közben egy rendőrségi tájékoztatóból az is kiderült. Mégis kevesebbet, vagy ugyanannyit keres majd egy kezdőpedagógus, mint egy iskolaőr. Vidéken 220 ezeret, Pest megyében és Budapesten pedig bruttó 230 ezer forintot ajánlanak néhány hét képzés után az iskolaőröknek. Emellett még évente 200 ezer forintos kafetéria is jár majd nekik. Azt látja egy fiatal pedagógus, hogy ugyanannyit ír az ő diplomája, a szakmai, szellemi és lelki hozzáadott értéke, mint egy bilincs, az bizony nem szül jó vért, és így is nagyon kevesen jelentkeznek a pedagógus pályára, nagyon nagy a pálya elhagyás. Megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, és azt kérdeztük, miért kerültek fel olyan intézmények is a listára, akik nem kértek iskolaőrt. Válaszukban azt írták, a végleges listára csak olyan iskolák kerültek fel, akik a második körben is megerősítették a helyi tankerületi központoknak, hogy szeretnének iskolaőrt. Márciusban kezdődhet a Lánchíd felújítása. A munkák idején másfél évig sem a gyalogosok, sem az autósok nem használhatják a hidat. Tüttő Kata hangsúlyozta, most egy 25 évre szóló felújításról döntöttek. A szakemberek szerint a szerkezet továbbra is biztonságos, de tömegrendezvényeket, így például futóversenyt vagy felvonulást a beruházás után sem engedélyeznek majd a Lánchídon. Már biztos, hogy a váralagutat nem újítják fel, csak a Lánchíd munkálatai kezdődhetnek el. A közbeszerzési eljárás megváltozott műszaki tartalmát most fogadták el. A Lánchíd felújítása elindul. A Lánchidat fel fogjuk újítani. Akkor is, hogyha a kormányzati lába ennek a részének erőteljesen billeg, mivel a híd nyilatkozatok szintjén úgy tűnik, hogy közös ügyünk, és abban bízom, hogy egy mostanában elindult párbeszéd, az talán gyümölcsözévé fordul. A beruházást a főváros saját forrásból, részben hitelből, részben a kormány 6 milliárdos hozzájárulásából fedezi. Az előző árajánlatot évekkel ezelőtt kapta a főváros. Az átlagár az 23 milliárd körül volt, hogy azóta a pandémia hatása micsoda piacra, és van ma Magyarországon, van-e tisztességes, szabad verseny, meg fogjuk látni az eljárás. A közbeszerzési eljárás jövő év februárjában zárulhat le, a felújítás pedig 2021 márciusában kezdhetik meg. Az egész felújítást körülbelül 30 hónapra tervezzük, ebben a 30 hónapban, 30 hónapból 18 hónapra lenne maga a Lánchíd lezárva, tehát mi azt gondoljuk, hogy 2023-ban a hidat vissza tudjuk adni a közlekedőknek. A Budapest Közút vezérigazgatója elmondta, naponta ellenőrzik,
Hetente vizsgálják a hidat, és folyamatosan gondoskodnak a kisebb javításokról. Így a közlekedés sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalom számára nem veszélyes, de nagyobb rendezvényeket a felújítás után sem engedélyeznek. De a jövőben sem tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy tömegrendezvények, futóversenyek, különböző felvonulások legyenek. A Fidesz fővárosi képviselője szerint viszont több dokumentum is hiányzik a hivatalos eljárás elindításához. Jelen pillanatban ez az engedélyokirat még mindig arról szól, hogy a vár alagutat és a Lánchidat egyszerre egy időben kell megvalósítani, és erre biztosítja a forrást a fővárosi önkormányzat. Számomra nagyon komoly kockázatot jelent, és az egész beruházást veszélybe sodorhatja, hogyha egy szabálytalan közbeszerzés kerül kiírásra. A végleges közbeszerzési eljárásról jövő hét szerdán dönthetnek. 18 milliárd forintot követelt többletköltség címén a fővárostól a 3-as metró alagút felújításért felelős kivitelező. Ha nem kap pénzt, abba hagyhatja a munkát. A főpolgármester helyettes szerint van alapja a többletköltségnek, a 18 milliárdos összeg azonban irreális. A Városi és Elővárosi Közlekedés Egyesület elnöke szerint borítékolható volt a vita. A kivitelező cég azt közölte híradónkkal, hogy a szerződés értelmében nem nyilatkozhatnak. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak. Több mint 500 ezer ember utazik naponta a budapesti metróhálózat leghosszabb vonalán. A 3-as metró felújítása évek óta tart. Első ütemben 2018-ban az északi szakaszon kezdődött el a korszerűsítés. Ezt egy évvel később adták át. Ekkor indult az alagútrendszer felújítása, közben pedig nekiláttak a középső és a déli vonal szakasz rekonstrukciójának. Ez egy ugye állami támogatásból és Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítás. A szerződéseket a BKV kötötte 2017-ben más-más kivitelezőkkel. Az alagút felújításra vonatkozó megállapodást a Svitelszki Vasúttechnikai Kft-vel írta alá nettó 47 milliárd forint értékben. A cég többletköltség címszó alatt most további 18 milliárd forintot szeretne. Tüttőkata szerint ez az összeg irreális, a megoldás pedig nem az, hogy amennyiben a cég nem kapja meg az összeget, akkor levonul. Bár akár ez is megtörténhet. Megáll a felújítás? Tehát... Hát egy időre talán igen. Én azt látom, hogy tudunk megoldást találni. Nyilván amivel próbál minket szorítani a cég az, hogy az Európai Uniós támogatásnak van egy elszámolási határideje. Kerestük a céget, levélben válaszoltak. Azt írták, a hatályos szerződés rendelkezései értelmében nincs lehetőségünk nyilatkozatot tenni harmadik fél részére. A Városi és Elővárosi Közlekedő Egyesület elnöke úgy fogalmazott, ez egy 4-es metró 2.0-ás történet. A vita szinte borítékolható volt. Én azt gondolom, hogy ez egy elhúzódó, akár pereskedésbe is torkoló műsor lehet. Kiszámíthatatlan, hogy mi fog történni. Az nyilván nem jó senkinek, hogyha az építkezés megáll, hiszen ez a jelenlegi uniós ciklus legnagyobb magyarországi projektje. Dornell Lajos hangsúlyozta, a tét óriási, nyilván ennek súlyát a kivitelező is érezte, ezért tudott ekkorát húzni. Közben zajlik az Oroszországból érkezett metrókocsik felújítása is. A felújítást végző cég szakemberei a startban ma azt mondták, hogy szerintük a vagonokkal már minden rendben van. Koróziót már a prototípusoknál kimutattuk, néhány vagonnál, de amint tudhatjuk, ez a technika nagyon nem egyszerű, és korózió felbukkanhat, előjöhet. Az is kiderült, hogy a klíma ugyan beszerelhető ezekbe a szerelvényekbe, őket azonban nem bízták meg ezzel. A szakember kiemelte, az utas biztonságra a szerelvények nem voltak hatással, a kocsikat csak a felújítás miatt vonták ki a forgalomból.